kell ahhoz, hogy a látássérültek számára is élvezhető legyen például egy cirkuszi előadás, vagy egy színházi előadás, vagy akár egy kiállítás. El tudják képzelni, hogy ők hogyan nézik végig ezeket az előadásokat? A Jónak lenni jó programhoz idén csatlakozott a fővárosi nagy cirkusz audionarrációs látássérülteket segítő csoportja is. Következzen először Nagy Bálint riportja, és aztán kiderül, hogy hogyan is dolgozik ez a csapat. Ki az, aki először a fővárosi nagy cirkuszban ilyen audionarrációs előadáson? Külső megfigyelőként én is megtisztelve éreztem magam egy olyan előadáson, ahol bármilyen fogyatékossággal rendelkező ember részére elérhetővé teszik a cirkusz varázslatos világát. De vajon hogyan hozhatunk közelebb a látássérültek részére egy alapvetően látványra épülő előadást? Fekete Péter a fővárosi nagy cirkusz igazgatójának vezetésével megtudhatjuk. Azt szoktuk csinálni, hogy annak érdekében, hogy amikor én majd narrálom az előadást, legyen mire hivatkozni. Előre egy picit megismerkedünk a szereplőkkel, megismerkedünk eszközökkel. Az előadást audionarráció kíséri, amit megelőz egy úgynevezett taktilis érzékenyítés. Itt a látássérültek az előadás előtt a manézsban megismerkedhetnek a szereplőkkel és az általuk használt eszközökkel. A mostani előadás Jókai Mór Melyiket a kilenc közül című novelláját dolgozza fel. Ádám, Henrik, kérlek szépen, gyere Henrik, ide! A nem látottak, mondom, hogy képzeljenek el egy 160 centi magas, szőke, vékony testalkatú, de tényleg ilyen kis cinkágyerek ám. Hihetetlen dinamikával és koncentráló készséggel rendelkező fiatal artista. Mutatkozz be mindenkinek, engedd meg, hogy a jelmezednek a flitterjei megtapintsák. Ő lesz nekünk tehát a kötéltáncosunk, az egyensúlyozó művészünk. A jelenlegi előadás egyik fő kelléke egy repülőasztal. Foglaljunk helyet egy-egy székbe, mert hogy ez az asztal, ez fölmegy a levegőbe. Tapítsd meg, hogy milyen a szék. Azaz át kell raknunk a lábukat. Hihetetlen ügyes itt mindenki. Most kérem figyelni, kapaszkodjon mindenki. Egy centit fogunk emelni. Figyelj, mehetünk. Nem bánják? Nem. Mehetünk, följebb egy picit. Most jön a billegtetés. Ezt képzeljék el, hogy ez a családi asztal. Ez tűnik körbe a gyerekek. Középen a karácsonyfa. Majd ezzel elszállnak az égbe. Ez fölmegy 4-5 méter magasba. Ahogy a cirkuszban hívják a tapi után, a látássérült nézők kapnak egy fülhallgatót, amin keresztül az audio narrációt hallhatják a helyükre leülve. Kérem a segítőket, hogy az első emeleten van a helyetek, hogy a kísérlet fölmeneteket. Jársz már hasonló előadáson, ahol audio narráció volt? Igen, már több előadáson is részt vettünk, a cirkuszban és színházban is. Ádász István, a Békés megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének elnöke. Teljesen más így az előadás, hiszen plasztikussá válik, azt szoktam mondani, hogy láthatóvá válik a láthatatlan, hiszen a narrációval olyan információkhoz jutunk hozzá, amit ugye egy látó ember egy pillantással meglát, de ugye nekünk ezt mind el kell, hogy mondják. Mitől lesz jó vajon egy audio narráció? Hogyha aki narrál, egy kicsit beleteszi a szubjektív véleményét, mindent elmond, és semmivel sem mond többet annál, mint ami kell, hogy ne zavarja magát az előadást. A színházi audio narrálásnak háttér információt kell adni. Fekete Péter, a fővárosi nagy cirkusz igazgatója. Hiszen a színésznek a szava, a dialógusok, a monológok viszik aztán majd az érzelmet bele, és ők fogják a katarzishoz eljutatni a nézőt. A cirkuszban egy picit máshogy van, hiszen nincs szó. Itt egy picit emocionálisabban, egy picit érzelemgazdagabban lehet, vagy szerintem kell az audionarrálást folytatni. Ön tapinak nevezik ezt a foglalkozást, miről van itt szó? Ennek a taktilis érzékenyítő programnak a segítségével megismertetjük a látássérült nézőket azokkal az eszközökkel, azokkal a trükkökkel, azokkal a személyekkel, akikkel majd találkozni fognak. Milyen könnyű nekünk ránézünk egy artistára, és látjuk, hogy ő egy 180 centi magas, kigyúrt felsőtestű, szimpatikus fiatalember. Itt meg most megfoghatja az izmát, hogy ő egy 180 centi magas, kigyúrt karú, szimpatikus fiatalember. És amikor az előadás alatt én már csak beazonosítom, hogy itt az Ádám Rudikáról van szó, akkor ő tudja. Tudja, hogy hogy voltak a flitterek rávarva a jelmezére. Ráadásul minden csoport más és más. Gyerekek vannak benne, felnőttek. Van olyan, aki soha életében nem látott. Van olyan, aki elveszítette a látását. Van, akinek van cirkusz élménye. Van, akinek nem kell elmagyaráznom, hogy mi az, hogy buzogány. Valakinek a kezébe kell adnom, mert fogalma sincs, hogy mit jelent egy buzogány. És hát a módszertan sikerességét mutatja az is, hogy külföldről is érdeklődnek. Az egész protokoll iránt, az egész módszertan iránt. Hova viszi most legközelebb magával ezt a módszertan?
módszertant. Kaptam egy felkérést, hogy a Monte Carlo-i fesztiválon januárban tartsak egy előadást erről, és csak két héttel ezelőtt voltam Szentpéterváron, ahol szintén szakmai körökbe tudtam népszerűsíteni a programot. Átveszik tőlünk, hozzánk jönnek eltanulni, nagy boldogság, hogy most már utazó cirkuszokban is előfordul audio narrált előadás. Az ön számára mi volt a legmeghatóbb élmény, amivel találkozott? Egyik előadás után fölállt egy néző, könnyes szemmel megölelt, és azt mondta, hogy meglátultam, igazgató úr. Ez egy igazi csapatmunka, itt mindenki a segítőkön át, egészen a különböző színpadi elemeket mozgatókig, mindenki részese ennek a munkának. Hogyan fogadták a munkatársak, amikor behozta ezt a módszertant? Na, ezzel volt a legkevesebb problémám. Ez egy olyan együttérző, empatikus feladat, amelyben kiki a saját jótékonysági lélek szeletét hozzárakhatja, és boldogan megy haza, hogy ma jót tett valakiért. Ágival itt ülünk egy U alakú asztalnál, amelynek a teteje egy picit bársonyos.